A Petőfi Magyar Művelődési Egyesület székházában várták a helyieket. Itt eddig már több mint 2000-en nyújtották be a honosítási kérelmüket. Sok fiatal külföldi munkavállalás miatt igényli a magyar állampolgárságot. Az idősebbek esetében nem ez a fő szempont. Sűrűn járunk Magyarországra, szeretünk nyaralni a családdal. Egyszerűen úgy érzem, hogy arra is van szükség, hogy magyarok vagyunk, és a szüleim véget legjobban nem számítunk menni dolgozni, vagy hogy kiköltözni Magyarországra. Az eljárással kapcsolatban az érdeklődők a nagybecskereki CMH iroda munkatársaitól kaphatnak bővebb felvilágosítást. 24. alkalommal szerveztük a kihelyezett konzulai napot Nagybecskereken, immár harmadik alkalommal ebben az évben. A következő konzulai napot tervezzük 2018. február hónapjára, és már holnaptól fogadjuk az új kérelmeket. A magyar nyelv megfelelő szintű ismerete továbbra is az ellenőrzések egyik központi eleme. Az a tapasztalat, hogy a kérvényezőknek mintegy 10%-a nem rendelkezik kellő nyelvtudással. Nagy örömünkre szolgál, hogy ennyien ugye, beadták kérelmüket, és még mindig sokan érdeklődnek a magyar állampolgárság megszerzése iránt. Ennel kapcsolatban szeretnénk felhívni arra a figyelmet, hogy Magyarországon jövő tavasszal országgyűlési választások lesznek, ahol a választópolgárok a pártokra tudnak majd szavazni. Ehhez viszont előzetes regisztráció szükséges, úgyhogy minden magyar állampolgárt kérünk, hogyha választójogából élni kíván, akkor a Szabadkai Főkonzulát is regisztráljon. Az illetékesek elmondták, a személyi igazolványok kiadása terén a Szabadkai Főkonzulátus eléggé túlterhelt, és csak 2018. februárjára tudnak időpontot adni. Ezért arra kérik az állampolgárokat, hogy amennyiben van rá lehetőségük, kérvényeiket a magyarországi kormányhivatalokban nyújtsák be.